Fél napig áramszünetre kell számítani a belváros több részén. A tervezett áramkimaradás miatt az érintett üzletek és boltok többsége zárva tart majd. A közintézmények nyitvatartását azonban a szolgáltató karbantartási munkálatai nem veszélyeztetik. A szolgáltatásuk minőségének javítása érdekében végeznek majd hálózati munkákat holnap reggel 7-től este 7-ig a belvárosban. A tervezett munkák miatt áramszünetekre kell számítani az érintett szakaszokon, tájékoztatta ügyfeleit a Nemzeti Közművek. Holnap reggel 7 órától 12 órán át kell áramkimaradásra számítani, főleg az Arany János és a Görög Templom utcán, valamint a Kossuth tér és a Szabadság tér nagyobb részén. A fél napig tartó tervezett áramszünet miatt leginkább a Görög Templom és Arany János utcai és Lordok alatti boltok és üzletek jelentős része tart majd zárva. Egyes helyeken csak ügyeleti jelleggel tartanak nyitva. Az érintett területen legalább 200 lakást érint a 12 órás kimaradás. Az áramszünet nem okoz nagyobb fennakadást az új kollégium épület együttesében, de a tanórákon várhatóan nem működnek majd a vetítők és a számítógépek. A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban megtartják a programokat, generátorral oldják meg az otthonmozi délelőtti vetítését, amíg visszatér az áram. A tervezett áramszünetek pontos idejéről és az érintett utcákról a www.nkmáram.hu oldalon az online ügyfélszolgálat tervezett áramszünetek menüpontja alatt tájékozódhatnak.